Kedves barátaink, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Muzika Historika Együttes nevében. Sokkal jobb élőben koncertezni, mert egy koncert mindig közösen alakul ki a nézőkkel. A hangulata, az atmoszférája megismételhetetlen számunkra is. De azért, hogy ne maradjon el teljesen ez a 3 évtizedes hagyomány, gondoltuk, hogy néhány szép régi videóval, amelyek egy része amúgy sem hozzáférhető nyilvánosan, megpróbálunk valamit visszaadni abból, amit nekünk jelent ez a karácsonyi és adventi muzsikálás. Kicsiknek, nagyoknak nagyon sokat játszottuk ezeket a műsorokat. A történetük összefonódik a zenekar történetével. Szinte mindegyik felállásban játszottunk már karácsonyi muzsikát. És nagyon fontos, hogy ez egyetemes érték legyen, hogy mindig megtehessük valamilyen formában. Idén így van rá lehetőség. Még nem alakult meg a zenekar, előtte pontosan egy évvel szeretett mesterem Kobzos Kis Tamás, mint gyerekzenészt bevont engem a régi magyar betlehemes Hungaroton lemez előadói csapatába, ami egy elképesztően nagy megtiszteltetés volt. Azokkal muzsikálhattam ott együtt, akiknek a felvételeit addigra rongyosra hallgattam és tanulni szerettem volna belőle, és máig meghatározó élmény az a pár nap, amit együtt tölthettünk velük, Szabó Istvánnal, Csányi Tamással, Kálmán Péterrel, Lévai Péterrel, Arató Lászlóval. Kobzos Kis Tamás volt a szólista és az egész lemez szerkesztője, a Szent Imre templom gyerekkórusa énekelt, és az ormánsági gyermekszínkör adta elő magát a betlehemes játékot, amelyet, mint utóbb megtudtam, félig maga Tamás írt. És ezt a szép emléket a zenekar egyik első munkájaként 1990-ben tulajdonképp Tamás ösztönzésére újítottuk fel. Saját baráti körünkből szerveztünk egy alkalmi szintársulatot, idősebb gyerekekből, mint akik a lemezen játsszák, tehát mi 16-18 évesek voltunk akkoriban, és ebben az 1990 decemberi betlehemes felújításban debütált velünk Szép Laki Zoltán, aki máig meghatározó tagja és szólistája az együttesnek. 3 előadást ért meg ez a saját szervezésű betlehemes, majd 91-ben a szentesi drámatagozatos diákokkal egy újabb felújítást készítettünk, és utána többször volt rá módunk különböző formációkban. Nekünk ez az egyik legősibb repertoárunk. Az itt látható videórészletek 1990-ből egy amatőr felvételről valók, illetve 2012-ből, amikor az egyetemi könyvtárban a Boldog Özséb színtársulattal, a Pázmány Egyetem diákjaival újíthattuk fel a régi magyar betlehemest. Yeah.
Kis karácsony, nagy karácsony, mennyit énekeljük ezt az éneket. Családi körben is, talán a legnépszerűbb karácsonyi dalok egyike. Pedig valójában ez egy naptári eligazítás. És a Muzika Historika Együttes történetében még mást is jelent, mint pusztán a karácsony körüli ünnepek nevét. Kis karácsony becenéven emlegettük az első önálló karácsonyi koncertünket, ami nem betlehemes, nem dramatikus előadás volt, hanem koncertszerű, 1991-ben Krisztus Urunknak áldott születésén címmel mutattuk be. És azóta is nagyon sok mindent játszunk belőle. Ez a karácsonyi ünnepkör olyan régi zenei darabjaiból állt, amelyek a magyar néphagyományba is eljutottak. Tehát alapvetően népzenei gyűjtésekből állt össze a törzsanyaga. Ez volt a kis karácsony. És eljött rá 5 évre a nagy karácsony. 1996-ban mutattuk be azt a koncertet, ami viszont már vállaltan az eredeti régi zenei forrásokból táplálkozott, vagy főleg abból, és hasonló témakörök mentén vette végig, főleg a magyar és közép-európai karácsonyi muzsikát, a legismertebb forrásokból, a Cantus Catholici, vagy az Eperjesi Graduál további énekeiből, néha kombinálva is őket, és ehhez kapcsolódóan már megjelent a műsorban néhány középkori és kora reneszánsz darab. Számunkra ez a 96-os nagy karácsony program lett az esszenciája a későbbi karácsonyi koncertjeinknek. A továbbiakban ebből a kétféle koncertműsorból válogattam össze egy hosszabb sorozatot, amelyek így a mi működésünknek már legalább 25, de lassan 30 évét lefedik. Némelyiküket valóban ezerféle formában játszottuk, és más műsorainkban is helyet kaptak, az szerint, hogy milyen korhoz tartoznak, Zsigmond korhoz, Mátyás korhoz, vagy a 16. századhoz. Szűz Mária, te virágra lény, szent fiát hozzád, Anyázolván helyezteti őket, imígyen szóval. Aludjál magzaton, nyugodjál virágon, így énekelnék és örendeznék. Őkörsz a mártyája lehelni, mint ha mondaná, most közöttünk fekszik, együtt vigadjunk. Már az égi madara és erdei fada, üdet imádjál és magasztaljál. Azért mi is annó ember, üdet dicsérjük, dicsőséges születése napját, míg a szenvedjük. Az Atya Úristennek, nékünk kegyelmesnek, hálákat adjunk, szívből igadjunk. Az Atya Úristennek, nékünk kegyelmesnek, hálákat adjunk, szívből igadjunk. Ez nap nékünk dicséretes nap, bizony vigasság nap napja. Títs hitvességnek, nézz odalda, mert született ez nap nékünk mi váltságunkra. A Krisztus Jézus Istennek fia, karomnak veszelje megvirágozik, tiszta szűztől gyermek születik. Mennyei királyul tétünk adatik, Krisztus Jézusnak neveztetik. Ez gyermek volt a megígért nap, mi első atyáinknak.
Istenek, bírságtól hivatnak. Az Augustus könyvéből szám szerint hivatnak. Cyréneus küldeték Betlehem városba, hogy az egész tartomány enné egy summában. Elindul a József és a Szűz Máriával, Istennek erdejéből terhes mátkájával. Betlehembe hogy jutott, fáradt állapottan, szállásra kérészkedik minden ember ura. Szállni kényszerítették egy hangos pajtában, városon kívül hagyott harmok hajlékában. Itt éjfélnek idején lőn nagy hallgatásban, időn az ég és a föld fémlének magában. A szűz szülészent fiát váltságunknak díját gyászolva thank you.
Thank you.
Ahogy ezek a lengyelek a kis Jézus dédelgetnék, ez a hangulat engem mindig visszavarázsol a gyerekkoromba, mert bár felnőttként is rengeteg szépséget és örömet tartogat a karácsony, mégis nagyon értékelem azokat a dolgokat, melyek segítenek elmerülni ezekben a boldogító emlékekben. Ez a dal is ilyen. Üdvözlégy kis Jézuska, üdvözlégy szép kis baba, néptek szere van jászolva, aranyos kis tálóban. Hol az éges palota, hol a kőhangya szója, hol az édes vízecske, hagyja a vázolt köcsökbe. Ó, a Lengyelországban, Krakovia városban, lettél volna világra, akadnál jó országra. Adnánk mézet nagy tálra, ákuvítát verdunkra, kínálnánk pohánkába, kukorica rózára. Vésőrrel is itatnánk, és medvével táncolnánk, sokan körül állnánk, égesen domburálnánk. Thank you.
egy kuriózumot választottunk még a műsor végére, így videón módunk van egy csak nem kétharmadnyi ízelítőt adni abból a rendkívül izgalmas és egyszerű zenei darabból, amelyet Zrunek György, vagy Juraj Zrunek alkotott, aki morva származású, de tulajdonképpen szlovák környezetben élt, tehát a szlovák közönséget szólította meg, és a szlovák híveket, mint ferences szerzetes, de Magyarországon is élt egy darabig, és akkor az általa Zsolnán már elkészített pásztor mise, tulajdonképpen egy betlehemes játékkal összeolvasztott, ötvözött mise, magyar változatát is elkészítette, ahol némely zenedarabot talán a magyar fülnek megszokottabb témákra cserélt, tehát nem szorosan csak fordításról, hanem adaptációról van szó. Ezt mi 1992-ben készítettük el először, az eredeti nagyon egyszerű orgona kíséret helyett egy kicsit bonyolultabb zenekari kíséretet írtunk, benne népi hangszerekkel természetesen, magyar és szlovák népi hangszerekkel, fújarán is játszottam benne. És aztán nagyon sokáig nem volt műsoron, vagy csak egy-egy részlete, ami egyébként rákerült a karácsonyi lemezünkre is, a záró tétel, Dona Nobis Pacem. Úgy alakult, hogy Maros Diana, akit én ismerhettem volna akár gyerekkoromból, mert a szomszéd iskolába járt, és biztos sokat találkoztunk az utcán is, de nem tudtuk fölidézni ezt a találkozást, viszont 2017-ben már elkerülhetetlen volt szerencsére. Ugye ő közismert személyiség a szlovákiai magyar művelődés szervezésnek és zenetörténetnek, zeneéletnek egy kiemelkedő alakja. Vele sikerült kooperációra lépni, ő maga is közreműködött, hogy a Zrunek féle szlovák misét Budapesten is bemutassák a zsolnai és környékbeli zenész kollégák, mi pedig csináljuk meg a magyar misét, a gyöngyösi 1767-es miseváltozatot többek között Zsolnán. Azután Székesfehérváron és Budapesten is újra volt belőle előadás, de immár ne csak mi magunk, muzika-historika együttes, hanem működjön közre, hogy szépen és tágasan szóljon, igazán miseszerű legyen, a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus, Zemlényi Katica vezetésével, úgyhogy egy három pillérű nemzetközi produkció jött belőle létre. Ennek néhány részletét gondoltuk még bemutatni ennek a mai programnak a végén. Talán érzékeltetve, hogy mennyire közös ez, mennyire mennyei és földi egyúttal ez az ünnep. A pásztorok vigassága, az angyalok ezúttal kicsit rokokó szózataival és hangzásvilágával milyen szépen összefér. Valójában a lelkünkben is ez a tágasság jellemzi ezt az ünnepet. Akárhogy is nézzük, mindenki ezt keresi ezerféle úton. Ha ehhez mi is adhatunk tippeket, és a mi munkásságunk is valamicske útvonalat jelent, esetleg kevésbé ismert darabok felfedezésével, akkor nem dolgoztunk hiába. Boldog ünnepeket mindenkinek! Yeah.
ugorj ki, lásd meg, ki van odaki, minket ne háborgasson, szálláson, itten ne baroncsoljon. A hűnékünk nem együtt, megrugdaljuk el higgyet, majd megfogjuk üstökét, kedvünkre, megragadjuk két fülét. Már elérkezett, Máriát túl születtek.
Thank you.
Állíthatjuk Jézusunkat, kegyes pásztorunkat, mi az útra elindulunk, bárányhoz jutunk. Azért kérünk, Szűz Mária, vigyázz szent fiadra, ókalmazza a múlszentünk, se fiadjai módra. Isten, hozzád küldött szent fiadért, mindörökké, ámen.